Üdvözlöm a kedves nézőket, Ács Zoli vagyok. A megálló jelentkezik megint hétről hétre, nagy örömemre szolgál, hogy itt lehetek, és beszéltek egy olyan izgalmas témáról, ami kapcsolódik az első adásról. Akik velünk voltak, azok emlékeztek, hogy a célokról beszélgettem, és hogy a célállításnak a fontosságáról. Lesz egy dolog, ami a mai téma, ami elválaszthat minket a mi céljainktól, és ami gátolhatja a mi igazi kiteljesedett életünket. Ez pedig a komfortzóna. Nem tudom, ki az, aki hallotta már ezt a szót a nézők közül, ki az, aki nem. A komfortzónát én nagyon régóta tanulmányozom már, és valóban láttam, hogy egy hihetetlen titok rejlik abban, hogy a komfortzónából ki kell tudni lépni. Én megnéztem, hogy mi a Wikipédiában, hogy mit ír a Wikipédia a komfortzónáról, és ezt elhoztam önöknek, hogy együtt kicsit ízlelgessük ennek az ízét. Azt írja a Wikipédia, hogy a komfortzóna azon viselkedés minták összessége, ahol az egyén szorongásmentesen tud mozogni, és félelem nélkül tudja meghozni a döntéseit, anélkül, hogy kockázatot vállalna. Na hát, mekkora titok van ebben? Milyen izgalmas dolog? Kockázatmentesen, félelem nélkül, és szorongásmentesen. Én ezért melem kijelenteni azt, hogy a komfortzónán, hogyha belül vagyunk, és nem vagyunk hajlandóak a komfortzónánk határához elmenni, és az igazi küldetésünket megtalálni a komfortzónán kívül, akkor az életünk sajnos félelemmentes, kockázatmentes, és egy igazán unalmas és olyan élet lesz, amiben nem lesz szenvedély, és amiben nem lesznek igazi nagy áttörések. Én hallottam egy kulcsmondatot, hogy minden viselkedés mintánk és minden cselekvésünk, hogyha 21 napig tartjuk és 21 napon keresztül módszeresen napról napra csináljuk, az be fog épülni az életünkben. Mennyire izgalmas ez a 21 nap? Ugyanúgy a rossz viselkedés minták is 21 nap alatt sajnos a szokásunká fognak válni, de milyen jó hír, hogy 21 napig, hogyha egy olyan szokást veszünk fel, ami nekünk fontos lesz, és ami igazán pozitív irányba tudja vinni az életünket, akkor ez 22. vagy 23. napon már sokkal könnyebb lesz. És ugye azt mondják, az őrültség képlete az, hogyha ugyanazokat a dolgokat tesszük, és más eredményt várunk. Ezért nagyon biztatom a nézőket, hogy keressenek olyan új szokásokat, ami ki tudja őket mozdítani a komfortzónából. Hogyha mi sajnos megszoktuk, hogy minden este beülünk egy sörrel a tévé elé, és elájulási tévét nézünk, és úgy ébredünk éjfélkor, hogy már ki vagy kapcsolva a tévé, és csak a vibrálást látjuk, akkor valami nem biztos, hogy rendben van. Én például elkezdtem ezt nagyjából két hónappal ezelőtt, hogy minden hétköznap kényszerítettem magam arra, hogy ne kapcsoljam be a televíziót, hogy ne kezdjek el csak azért szörpözni és műsorokat nézni, hogy valami hogy elteljen az esté, és lekössem magam. Egyszerűen azt használtam ki, hogy ott van egy olyan időszak az estében, ami nekem egy nagyon fontos az elalvási. Ugye van egy pici csecsemünk otthon, egy három hónapos kislány és egy három és fél éves kisfiú, szóval elég, mozgalmasan telnek nekünk az esték. És amikor lefekszik a család, akkor én észrevettem sokszor, hogy fáradt vagyok, és olyan jól esik nézni ilyen nagyon-nagyon könnyű limonádé műsorokat. Pedig milyen értékes idő van ott. És én rászoktattam magam, és valóban 21 napig nagyon fájt, hogy nem kapcsolom be hétköznap a tévét, hanem olyan dolgokkal foglalkozom, ami valóban előre mutat, ami valóban értéket ad nekem. Elkezdtem prédikációkat nézni angolul, hogy fejleszem az angolomat, és elkezdjek tanulni. Elkezdtem foglalkozni a céljaimmal, elkezdtem olyan könyveket olvasni, amiken nagyon fontos. Bibliaolvasásra fordítottam azt az időt, de nagyon-nagyon fájt, és nagyon-nagyon hiányoztak azok a könnyebb műsorok, amit megszoktam. És evidens, hogy jön a hétvége, és ilyenkor szoktam magamnak pihenőt adni ebben. És hétvégén megnézek könnyebb műsorokat is, de ott is már elkezdtem foglalkozni azzal, hogy célzottan olyan műsorokat nézek, olyan filmeket, amiből valóban épülni tudok, nem pedig leépülni. És ezzel nagyon fontos, hogy a komfortzónát nagyon meg fogja az határozni, mi milyen új viselkedéseket veszünk fel. És erre biztatom a nézőket, hogy vegyenek fel új viselkedési mintákat. És hát amikor a komfortzónánknak el fogunk érni a határához, hiszen egyet én kimerek jelenteni, hogy azok a nagy célok, azok az életelhívások, sőt maga a szolgálatunk is, és a szolgálati területünk is, és az elhívásunk is, mind a komfortzónán kívül lesz. Ahol már nem szorongásmentesen fogunk mozogni, ahol már kockázatot kell hozni, és ahol igazán vagányan ki kell lépni az életnek a színpadára, azt mindet ott fogjuk megtalálni, ezeket a dolgokat, mindet a komfortzónán kívül. És ezért mondom azt, hogy igazán nagy álmoknak kell rendelkeznie annak, aki úgy érzi, hogy valóban ki akar lépni ebből a komfortzónából. És szoktam hasonlítani a komfortzónát egy, egy, egy tál langyos vízhez, vagy egy vödörnyi langyos vízhez. Ahol ugye az ember jól érzi magát, ami se nem hideg, se nem meleg, és igazán semmilyen, semmi nem mozgat arra engem, hogy kockázatot vállaljak. De milyen érdekes magai, Isten is azt mondja a jelenések könyvébe, se nem hideg vagy, se nem vagy forró, langyos vagy, ezért kiköplek a számból. Isten se szereti a langyosságot, Isten se szereti azt, hogyha egy ember csak úgy jól el van, és igazán nem történik vele semmi, hiszen Isten mindenkit cselekvésre hívott, és arra, hogy nagy dolgokat hozzon létre az életében és gondoljunk csak a kis elefántra, akiből hatalmas nagy elefánt lesz. És én jártam tájföldön, és mindig úgy csodálkoztam, hogy ezek a nagy, hatalmas, több tonnás mostrumok egy pici lánccal, egy karóhoz odakötve belül mozognak egy körön, és eszük ágában sincs szabaddá válni, vagy kilépni onnan. És én kérdeztem az oktatókat, akik trenírozták az elefántokat, hogy miért van ez így, hát miért nem szaladnak el. És elárulták nekem a titkot, és most figyeljenek, a kicsi elefántot, amikor még pici bébi elefánt, akkor akkor láncra verik, és akkor leverik azt a karót oda. És ő elkezdte megtanulni, hogy neki fájni fog a lába, amikor elér ahhoz a határhoz, ahol ő mozoghat, ahol neki erre engedélyt adtak, hogy mozogjon. És innentől kezdve a neki az agyába mindig is, amikor elért a láncnak a végéhez, akkor az fájdalommal párosult. És milyen érdekes, hogy teltek az évek, és már egy mozdulattal ki tudná rántani magát, már akkor se teszi meg, hiszen az agyába az a programba elraktározódva, hogy az neki fájni fog ez egy tipikusan jó példa a komfortzónára. És ezért szoktam mondani, hogy ez egy egyszerű matematikai képlet. Vannak a mi álmaink, és vannak a mi félelmeink. És vagy mit fognak, mit gondolnak, mi fog minket visszatartani, hogy elérjük a céljainkat és az álmainkat a félelmeink. És ez a kettő a komfortzónánk határán fog találkozni. És ez egyszerű matematikai képlet. Nagyobb álmainknak, nagyobb céljainknak kell lenni, mint a félelmeink. Hiszen ez egy természetes dolog lesz. És ö, ugye sokszor mondjuk, hogy a félelmek és a hitek határoznak meg egy embert. A félelem vagy a hit. És én ilyenkor szoktam azt mondani, hogy a félelem nekünk nem biztos, hogy az ellenségünk. Hiszen ha odaérünk a komfortzónánk határára, az nekünk jelezni fogja, akkor nekünk a gyomrunk görsbe fog rándulni, és érezni fogjuk, hogy most valami történik. Már ott nem vagyok szorongásmentes, már ott kockázatokat kell hoznom. Ugye mit írt a Wikipédia? Kockázat nélkül választjuk meg a cselekedeteinket. És én azt szoktam mondani, hogy ha félünk, az azt jelenti, hogy jó, akkor mi kimozgunk a komfortzónánkból, akkor mi elindultunk, akkor mi terveket szőttünk, akkor mi igazán álmokat kaptunk az Istentől, és ami a legfontosabb, Elindultunk. És hát elmondom én a né kedves nézőknek, hogy mi fog történni, hogy mi vár rájuk a komfortzónán kívül. Kíváncsiak rá, elmondom. Félelem, ahogy már mondtam. Bizonytalanság, kétségek, álmatlan éjszakák, nehéz pillanatok, és a jövőtől való félelem és rettegés. De mi vár még ott? Az álmaink vannak ott, a céljaink vannak ott, a fejlődési lehetőség van ott, a boldogságunk van ott, van ott, a szolgálati területünk van ott, és az lesz ott, ahol Isten minket látni akar azaz az igazán olyan föld, ahova ő akar minket elvinni. Az az ország, ahol ő növekedést akar nekünk adni. Hiszen Isten ezt támodta meg rólunk. És majd megmondom most a Bibliából, és elmesélem, hogy én mit találtam a komfortzónáról, Mert kértem Istent, hogy mutassa meg az ő igéjébe. És ő olyan kedves és olyan jó indulatú, hogy mindig megáldja azt az embert, aki beszél az ő igéjéről. És megmutatta nekem. Én bizonyosságot kértem az úrtól. Uram, mutasd meg, ott van ez a komfortzóna vajon a Bibliában? Vajon neked fontos ez, hogy az emberek kimozduljanak a komfortzónájukból, és igazán éljenek, és igazán megvalósítsák az álmaikat? És aztán mutatott nekem egy hőst az Isten a Bibliában, akit én nagyon megszerettem, hiszen nagyon sokat olvastam elő előtte róla, de most olyan igazán közel került hozzám, amikor Isten megmutatta ezt nekem. És Mózes első könyvében olvastam róla, őt pedig Ábrahámnak hívják. Ugye nagyon-nagyon ismert, hiszen ő rajta lettünk mi is megáldva, és az egész emberiség az ő magvában lett megáldva. És egy hihetetlen fontos szerepe van az emberiség történetében. De mit olvastam róla a Mózes első könyvében? Ő élt a családjával. Én hiszem, hogy egy jó létben éltek. Együtt voltak, a családnak meg volt a biztonságában, a rokonai között élt. De mi történt? Egyszer Isten szólt hozzá. Azt mondta neki, hogy gyere ki a népet közül, gyere ki a rokonait közül, mert én egy másik országba akarlak elvinni, amit én álmodtam meg, ahol tudom, hogy neked jobb lesz, és azt nem tudom neked megígérni, hogy ez fájdalommentes lesz, és könnyű lesz, de azt tudom, hogy én ott akarlak látni, tudom, hogy el foglak oda vinni. Sőt, azt mondta az Isten Ábrahámnak, hogy nem csak téged foglak megáldani, hanem még azokat is megáldom, akik téged áldanak, és megátkozom, akik téged átkoznak. És Ábrahám ebbe belekapaszkodott, és mi történt? Ott hagyta a rokonait, ott hagyta a családját, és elindult. És ez egy hihetetlen kulcs volt az ő életében. Mert ő mondhatta volna azt, hogy uram, én nem akarok szorongás mentesen élni, én nem akarok kockázatot vállalni. Nekem jó itt ebben a langyos vízben, nekem mindenem megvan. Miért vállalnék én kockázatot? Hiszen hova tudsz te már engem elvinni? Hiszen nekem jó az életem, jó ez így, ahogy van. Igaz, hogy langyos, igaz, hogy nem kell kockázatot vállalni, de kényelmes. De Ábrahám dicsőség az Úrnak nem így tett, hanem elhitte az Istennek, hogy ő hogy az az igaz, amit ő mond, és hogy ő jót akar neki, és hogy jó terve van az életére. És ez nagyon fontos minden tévénézőnek tudnia, hogy Istennek jobb terve van, és Istennek tökéletes terve van az ő életére. És kimerem jelenteni, hogy nagyon nagy többségünk, én is többek között, nem ott vagyunk most mindenképpen, mindig, ahol Isten akar látni, mert Isten mindig előbbre akar vinni minket. És én szoktam mondani, olyan nincs, hogy egy, hogy egy élet stagnál. Az vagy csökken, vagy növekszik. És ezért nagyon fontos, hogy a növekedés mindig a komfortzónán kívül van. És mindig törekedni kell arra, hogy feszegessük a határainkat, és bátran lépjünk ki. És mi történt Ábrahámmal? Vajon ez egy dicsőséges meret volt? És ő egyből ott volt beteljesedve az élettel, és meggazdagodva, és a közel-keleten szinte az egyik legnagyobb uralkodó volt? Nem ez történt. Én azt olvastam az igébe, hogy elköltözött Egyiptomba teljes családjával, mert szinte már nem volt mit tenniük. Hát amikor gyerekek vannak valakivel, és a szinte már nem volt mit tenni, az azt jelentett, hogy már az állatokat mindent levágtak. És lehet, hogy már a felnőtt emberek napok óta nem ettek, hogy a gyermekeket táplálni tudják. És vajon ez Ábrahámot megriasztotta? Vajon megbánta ő valahogy kilépett a komfortzónájából? Hiszen mit olvasunk pár fejezettel odébb? igen meggazdagodott Ábrahám, és rengeteg állata volt, rengeteg jószága volt, hiszen akkor az volt a vagyon alapja közelkeleten, és meggazdagodott. De vajon annyira könnyű út volt ez? Vajon annyira sétagalap volt ez? Higgyék el, hogy nem. Hiszen éhezett is, miután meghozta döntését, és biztos, hogy voltak félelmei. És ezt arra alapozom, hogy Isten beszélt Ábrahámhoz, és megvan írva, hogy szólt neki, ne félj Ábrahám, mert pajzsod vagyok. Vajon miért mondta ezt Isten? mert tudta, hogy félni fog Ábrahám. Tudta, hogy kétségekkel lesz tele. Tudta, hogy gyötrelmei lesznek, hiszen döntést hozott, és elindult, és kilépett a komfortzónájából. De Isten álmába szólt hozzá, és Isten, Isten biztosítani akarta, hogy ott leszek veled, ne félj, veled vagyok, pajzsod vagyok. Ez egy hihetetlen szép szó az pajzs, mert ez Isten védelméről szól. És én magamról tudom, hogy az elmúlt években nagyon nagy kockázatokat vállaltam. Egyfolytában a komfortzónámon kívül mozogtam. És az elmúlt években értékesítésben is dolgoztam, és ezt sokszor mondom embereknek, ez nekem azért volt nagyon jó, mert folyamatosan a komfortzónámon kívül tudtam mozogni, és végig Isten volt az én ellátásom. Végig benne bíztam, nem az ügyfelekben, nem a jutalékomba, hanem Istenben. És hihetetlen élmény volt, ahogy kockáztattam, és az Úr mindig ott volt, és soha nem engedte el a kezemet. És ugyanezt történt Ábrahámmal is. Isten nem engedte el a kezét. És mit olvasunk a zsidó levél 18-ban? Nagyon-nagyon nagy kulcs, és most figyeljenek. Elindult Ábrahám, ez a kulcs szó. És hogyha most lehet megoldást adnom, és lehet kérnem, hogyha elgondolkoznak, nem biztos, hogy ott vagyok én, ahol Isten akar engem látni. Nem vagyok annyira boldog. Nem olyan kiteljesedett az életem. És ettől se a gyerekeim nem boldogak, se a feleségem, se a férjem. Mit kellene tennem? Csak is azt, amit Istennek a hit het, és ami megvan írva az igébe. És az volt, hogy elindult Ábrahám, bár nem tudta, hová megy. Na, itt a kulcs. Amikor Péter például a vizen járt és kilépett. Nekünk ugyanezzel a hittel kell kilépni, mert mi történt? Jézus megfogta a kezét, amikor baj volt és süllyedni kezdett. És ezt írja Ábrahámra az ige. Elindult ez a kulcs. El kell indulnunk. És ott lesznek a félelmeink, ott lesznek a fájdalmaink, ott lesznek a kétségeink. Sőt, sokszor azt se fogjuk tudni, hogy hová megyünk, merre megyünk. De Ábrahám egyben biztos volt, amikor szegény volt és gazdag is volt, az ígéret soha nem változott meg, hogy áldássá fogja tenni még más népek számára is, és hogy Isten egy olyan országba viszi, amit ő álmodott meg. És itt a hihetetlen nagy kulcs, hogy bízni kell abban, hogy Isten megálmodta a mi jövőnket, és Isten a komfortzónánkon ott fog várni minket, és fogja mi kezünket, és a keblére fog ölelni, és azt fogja mondani, jól van szolgám, kicsiny hű voltál, nagyon is, ö, nagyon foglak ezután úgy tenni, hogy azok a te feladataid legyenek. Meg a nagyon is, nem csak a kicsin. És ezért mondom, hogy nem szabad kicsiben gondolkozni. És Ábrahám eljutott abba az országba. És nekem hihetetlen élmény olvasni, hogy mi történt egy olyan emberrel, aki kockáztatott. Hogy hogy telt vajon az utolsó órája, hogy milyen volt az ő élete. És efelől se hagyott Isten nekünk kétséget. Mert azt mondta, hogy Ábrahám hogy halt meg 120 évesen beteljesedve az élettel beteljesedve be az élettel, és teljes nyugalomban, és teljes bőségben, és úgy, hogy tudta, hogy az az élet nem volt hiába való. Tudta, hogy Isten ígérete végig igaz volt, és Isten mellette volt. És ami nagyon-nagyon fontos, ehhez mi kellett? Hogy ott a halála órájában, beteljesedve be az élettel hagyja itt a földi létet. Hogy kilépett a komfortzónájából, és hogy folyamatosan a komfortzónáján kívül mozgott. Mert mi volt a kulcs? hitt az Istennek, ezért ő igaznak lett elfogadva, ezért ő Istennek a barátja lett, ezért ő Istennek a kedvence lett, és az Isten soha nem megérte el a kezét, és hatalmassá tette a földön, és nagyon sokat bízott rá. És innentől kezdve mondom én azt, hogy mitől félünk mi, mit veszíthetünk. Én olvastam, hogy sok emberrel készült egy felmérés, és elbeszélgettek velük olyan emberekkel, akik az utolsó napjaikat élik, és nem sok választja már őket a földi légtől. És tudják, mi voltak a kulcs? Mit bántak ők meg az életben? Egyik se bánta azt meg, hogy nem voltam több időt az irodában, hogy nem dolgoztam még többet. Azt bánták meg, hogy nem kockáztattam többet, és nem szerettem még jobban. És ezért biztatom önöket, mit veszíthetnek? Az életet még senki nem élte túl, azt tudjuk. Egyedül Jézus. Semmit nem vezet, veszíthetnek, hiszen mi a kockázatunk. Isten velünk van! hiszen mi odaadtuk neki az életünket, mi rábíztuk a sorsunkat, amikor Jézus behívtuk az életünkbe, és azt mondtuk, hogy te vagy az én megváltóm, te vagy az én életemnek az ura, és elfogadom a keresztáldozatot, és vigyél engem, ahova csak akarsz. És én így adtam át jó pár éve az életemet Istennek. Azt mondtam, hogy vigyél, Ura, nekem nagy álmai vannak, és én hiszem, hogy Isten nem ad álmot a szívünkben, hogyha nem ad hozzá megoldást is. Mert ő nem az a fajta Isten, aki kétséget akar az embernek. Ő a szerető, kegyelmes Isten. Isten, aki jó Isten, és akinek gyönyörű terve van az életünkre. És megmutatta még nekem Isten azt a dolgot, ami nagyon-nagyon fájt nekem először, hiszen az én csodálatos Istenemről Jézusról van benne szó a Lukács evangéliumában. Hogy mi történt Jézussal, és gyönyörű dolgot mutatott meg nekem az Isten a Getsemané kertben. Jézus az élő Isten, a megváltó, aki eljött a mi bűneinkért, ő is emberként odaért a komfortzónája határához. Gondoljunk csak bele, mi volt a gecsemáné kertben. Folytak a könnyei, és úgy imádkozott, hogy vércseppek jelentek meg az ő homlokát. És mit mondott az Isten fia? Hogy atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a poharat. Mert ő tudta, mi fog történni. Ő tudta, miért jött a földre, és tudta, hogy ez hihetetlen nagy fájdalommal fog járni. Ő tudta, hogy meg fogják verni, hiszen ő ismerte az igét, hiszen róla szólt, a első betűtől az utolsóig minden Jézusról szól a Bibliában. Ő tudta, hogy mi lesz az ő sorsa, hogy le fogják köpni, hogy tövis koronát tesznek a fejére, hogy megverik, hogy egyedül lesz a kereszten, mindenki el fogja hagyni. És az Isten fia is odaért, és úgy érezte, hogy ez már sok, ő ezt nem bírja elhordozni. És kérte az atyát, a mi Istenünket, hogyha lehetséges atyám, vedd el tőle ezt a poharat, hogy ne kelljen kiindom, hiszen nagyon fog fájni hiszen ott már a félelem várta Jézust, a kétségbeesés várta, a bizonytalanság várta, mert ott még ő se járt, hogy megölik, és le kell tenni az életét az emberért. De micsoda bölcsesség volt utána, amit mondott Jézus, és ez a mi kulcs mondatunk. Azt mondta Jézus, a te akaratod legyen meg, atyám, ne az enyém. Na, innentől kezdve mondom azt, hogy mi bajunk lehet. Én is ezt kértem mindig az Istentől, hogy vigyél, Uram, keresztül a nehézségeken, engedd meg, hogy kilépjek a komfortzónából, adj ehhez nekem erőt, adj ehhez nekem hitet. És mindig a te akaratod legyen meg, ne az enyém. És Isten fia is megértette, hogy az Atyának bizony ez az akarata, hogy ő azért jött a földre, hogy az életét adja sokakért. És rögtön, ahogy ezt kimondta, angyalok serege jött oda, és szolgáltak felé, ezt írja a Biblia. És vajon? Velünk mi fog történni, amikor azt mondjuk, hogy atyám, te legyen meg a te akaratod, ne az enyém legyen meg. És tudom, mi a célom az életeddel, életemben, megtaláltam az elhívásomat, és vigyél el engem arra az országba, vigyél el oda, ahol te akarsz látni. Magát Jézus küldte nem csak angyalokat, hiszen mi sokkal fontosabbak vagyunk az angyaloknál is. Magát Isten fiát, magát Jézus körtért küldte az Isten. És ő szolgál felénk, és ő közvetíti az atyához a mi imáinkat, és ő az, aki megáldja a mi imáinkat. És ott van az Isten mellett, és figyel ránk. És mit mondott Jézus? Veletek leszek a mindennapon, a világ végezetéig. Na most innentől kezdve, amikor mi hiszünk benne, és tudjuk, hogy Jézus ami megváltunk, akkor én nagyon bátran biztatok mindenkit arra, hogy induljon el bátran, lépjen ki a komfortzónájából, és félelem nélkül cselekedjen. Mert az, amit a Wikipédia ír, az mi ránk nem vonatkozik, mert a mi Istenünk hatalmas, a mi Istenünk a bátrakat szereti. A mi Istenünk szereti a kockázatot, mert nagyon sokat kockáztatott ő is, hiszen a legnagyobbat küldte az emberért, a saját tulajdonfiát, akivel a világ teremtése óta együtt volt, aki a legféltettebb kincse volt. Na most innentől kezdve mondom azt, hogy minden emberi életnek úgy kell megtörténnie, és főleg egy hívő életnek. Mert óriási vétek az, amikor eltűntük, eltöltünk éveket olyan dolgokkal, amit pár hónap alatt is megtehettünk volna. És nem szabad, hogy egy földélet elvesztegetett élet legyen. Főleg egy olyan élet, ami Jézusnak lett odadva. Főleg egy olyan élet, ami Istenre mutat. Bátorságra biztatom a nézőket, és arra, hogy folyamatosan keressék azt, hogy hol tudnak kilépni a komfortzónáikból, és tegyenek csak pici dolgokat meg nap mint nap. Segítsenek egy olyan embernek, aki nem tud segíteni, szólítsanak meg embereket, és beszéljenek Jézusról. Komfortos ez egy vadidegennek beszélni Jézusról? Abszolút nem komfortos, de tegyék meg, lépjenek bátran, és az áldások követni fogják, mert egyet garantálok, hogy Isten mindig ott lesz mert engem is soha nem hagyott magamra az elmúlt években. Hihetetlen nehéz időszakokat éltünk meg, és folyamatosan tágítottam a komfortzónámat, de én kimerem jelenteni, hogy Isten mindig ott volt velem, és soha nem engedte a kezemet, és amit Ábrahámnak mondott, ezt minden nézőnknek mondja az Isten. Ne félj, mert veled vagyok, és pajzson vagy. És erre biztatok mindenkit, ha csak egy dolgot, ha csak egy dolgot mondhatnék, hogy mit tegyen meg ebben az évben, kockáztassanak többet kockáztassanak többet, hiszen nincs veszíteni valunk. Csodálatos Istenünk van, aki a legjobbat akarja nekünk. De ehhez ki kell lépnünk a komfortzónákból, mert minden ott lesz megtalálható. Minden álmunk, minden célunk és minden elhívásunk. Én velem megtörtént, és élvezem, és folyamatosan azt akarom, hogy vigyen előre az Isten, és folyamatosan azt kérem tőle, hogy mutasd meg megint, hol értem a komfortzónám határára, mert megint tovább akarok menni, mert megint nagy dolgokat akarok tenni a tedicsőségedre. És erre biztatom a nézőket, és kívánok egy hihetetlen szép életet, ami tele van kockázatokkal, de azzal a bizonyossággal, hogy Isten soha nem engedél a kezüket. Nagyon köszönöm a figyelmet, és egy csodálatos napot kívánok. Isten áldjon meg mindenkit!